Valóban jó ötlet kitiltani a telefonokat az iskolából, vagy csak egy túlzott szabályozásról van szó? Ahogy a mobiltelefonok egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak, érdemes feltenni a kérdést, hogy milyen hatással vannak a diákokra az iskolában. A tények egyértelműek. A TikTok és az Instagram használat a tanórák alatt elvonja a figyelmet, rombolja a tanulmányi teljesítményt és negatívan befolyásolja a diákok koncentrációs és szociális képességeit. De ez csak a jéghegy csúcsa. Mi történik, amikor a telefonhasználat túllép a tanórán, és a diákok az online térben válnak? például zaklatás áldozatává. Az iskolai bullying egyre inkább az online térben zajlik, és ennek a káros hatása maradandó. Japán, Franciaország, Görögország, Olaszország és az USA egyes államai már tettek lépéseket a telefonok korlátozására az iskolákban, sok esetben szigorúbb szabályokat hoztak, mint amilyeneket Magyarországon látunk. Patriotán most Szűcs Zoltán média és digitális pedagógia kutatóval, egyetemi docenssel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékányával vitatjuk meg a kérdést. De még mielőtt elkezdenénk, kérlek, hogy iratkozzatok fel a Patriota YouTube csatornájára. Tudjátok, hogy ha ezt megteszitek, akkor biztosan nem maradtok le a legfrissebb tartalmainkról, a sorcokról, az interjúkról és a világmagyarázós videókról sem. Megvagytok? Akkor vágjunk is bele! Elég hot topic a mai témánk, ugye bár gondoltad volna, hogy ekkora botrány lesz egyébként ebből a törvényből? Én azt tapasztaltam, hogy mivel ez egy átpolitizálható törvény, és nem csak a szakmáról szól, akkor igen, könnyen uh -huh. meg lehet. Ma már bármiből botrány lehet egyébként. Ez igaz, és nagyon feliskatták ezt a hírt. Köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Minden országban egy fontos kérdés, hogy hogyan hat a mobiltelefon használata a gyerekek teljesítményére, és sok országban bevezettek már korlátozást. Pont emiatt, mert hogy a statisztikák, a kutatások is azt mutatják, hogy a gyerekek teljesítménye romlik, hogyha elvonja a mobiltelefon a figyelmüket az óra alatt. A Boston University tanulmánya szerint egy fiatal adnak, 20 percbe telik, amíg újra fókuszálni tud a mobiltelefonozás után, milyen hatása van a diákokra hosszú, illetve rövid távon. Már rövid távon is érezhető hatása ugyanis, amikor valaki digitális eszköz használ, akkor egy olyan eszköz van a kezében, amit úgy terveztek, hogy azonnal egy jutalmazást adjon. Tehát megúrik a dopamin szintje. gondoljunk csak abba bele, hogy már az örömöt okoz neki, hogyha felugrik valamilyen értesítés, ő azt megnézi, hogyha egy játékra hívják, hogyha megnéz egy videót, és az oktatás ezzel szemben munka egy olyan rendszer, ahol ismereteket kell elmélyíteni, és nincs itt azonnali jutalmazás. Tehát ezért van nagyon nehéz dolga magának a tanárnak, és a pedagógusnak is, és a tanulónak is, mert ezek az eszközök, ezek másképp vannak tervezve, és éppen ezért, hogyha kizárjuk őket a szabadidő eltöltéséből az oktatásban, tehát nem az oktatási folyamatból, akkor igenis jót teszünk vele. De most a hosszú távú hatás, ugye az kettős lehet, az egyik hatás az, hogyha célnak megfelelően használjuk, és maga ez a szabályozás is ugye Arról szól, hogy pedagógiai céloknak megfelelően használjuk az okostelefonokat. De bármilyen más technológiát egyébként, és akkor jó, hogyha tudást szerzünk, hogyha kompetenciát fejlesztünk, de hát a gyakorlatban azt látjuk, hogy nem ez történik. A negatív hatás pedig az, hogy a mai fiatalok nem tanulnak meg fókuszálni, nem tanulnak meg tanulni, és igazából úgy érzik, hogy a tudásnak a megkeresése a lényeg, és nem az elmélyítése, és hosszú távon ez nagyon komoly problémákhoz vezet, már szerintem azt tapasztaljuk, hogy ha valaki nem szerez meg tudást, akkor nincs mire építenie, nem fog összefüggéseket észrevenni, nem lesz kritikai gondolkodása, és ez a társadalmunkra nagyon negatívan hat. Most mutatunk egy listát, hogy hol korlátozták már eddig a mobiltelefonoknak a használatát az iskolákban. Franciaország, Olaszország, Görögország, Belgium, Ausztrália, az Egyesült Királyság, Hollandia, az USA néhány állama és Japán. Na most, hogyha egyre több állam gondolja azt, hogy ez a helyes út, akkor azért nem velünk van a probléma, nem? Igen, tehát itt ez a korlátozás, ez egy kutatásokon alapuló korlátozás, és úgy gondolom, hogy ha ez használja az oktatást, akkor igenis meg kell lépni. De itt nem arról van szó, hogy kitiltottuk az eszközöket, arról van szó, hogy visszatérünk azokhoz a gyakorlatokhoz, amelyeket mi már a pedagógiában több száz éve meghonosítottunk. Hagy mondjuk egy példát. Tehát nagyon sokáig azt tanítottuk, hogy az osztálytermet azt be kell zárni, be kell csukni az ablakokat, be kell csukni az ajtókat. Miért? Hogy a kívülről jövő ingerek azok gyakorlatilag teljesen kizáródjanak. Tehát csak az oktatás folyamatára figyeljen valaki, és az oktatás jobb esetben egy flow. Hát szerintem mindannyiunknak van egy ilyen tapasztalat, hogy beleíjük magunkat, és valamit csinálunk. Most gondoljunk bele, hogyha az eszközök folyamatosan küldik a különböző értesítéseket, nem tudjuk magunkat beleélni a tanulás folyamatába. Így van, nagyon zavaró és nagyon nehéz is elmélyülni úgy valami bennem, hogy közben folyamatosan valami másfajta inger ér téged kívülről. Így van, ugye, hát kutatások bizonyítják, hogyha mondjuk teszteket kellett megoldani úgy, hogy az illető mellett nem volt az okostelefonja, úgy, hogy mellette volt az okostelefonja, de nem jöttek értesítések, vagy értesítések is jöttek, akkor egyértelműen akkor teljesített a legrosszabbul, amikor értesítések jöttek, mivel egy a stressz szintje megnő. Mert akármilyen fiatal valaki azért feladat probléma is érkezhet a telefonon keresztül, valami, amit meg kell oldani. Adott esetben vagy az osztályközösségen belül egy konfliktus, vagy egy hír, és ez mind elvonja a tanulástól a figyelmet. Zoli, mi van ebben a konkrét törvényben, vagy rendeletben? Egyáltalán hatályba lépett már? Ugye, amikor elkezdődik a köznevelési év, akkor, akkor lép hatályba, vagy a valóságban akkor lép hatályba egy ilyen törvény, de hát mivel mediatizált világban élünk, előtte már egy nagyon jelentős diskurzus és átpolitikus diskurzus elindul. Ami a gyakorlatban tapasztalható lesz, az az, hogy azokban az esetekben, amikor a tanár úgy ítéli meg, hogy az eszköz, az segíti a tanulást, segíti a kompetencia szerzést, és ez adott esetben egy tanmenetben a megfelelő formában rögzíti, akkor ezt használhatják. De hogyha nem, akkor az eszközöket el kell zárni. Ugye ez egy tiltás, amit mondunk, ami, de ez korábban is igazából nagyon sok esetben élt, tehát az iskolában le kellett adni az okostelefont. Más kérdés, hogy a tanulóknak voltak ilyen gyakorlatok, egy régi nem használt telefont adtak le és megtartották. Nekem volt egy érdekes tapasztalatom, hogy ö, meghívtak, több iskolába hívnak meg szakértőként, de bementem egy iskolába, ahol elvileg elvették a telefonokat, és az igazgató mutatta, hogy nézd, ahol fürtökben csüngnek a diákok, ott valakinek még ott van a telefonja, és így csoportosulnak köré. Ez viszont egy más dinamikát is eredményez az osztályban, és ugye ne, nem arról beszélnek, amiről kellene, vagy nem alakul ki egy közösség, hanem a világon kinyílik egy ablak, és mondjuk TikTok videókon keresztül kezdik szemlélni a világot, ami Hát hmm. valljuk be, nem nagy segítség. Ráadásul sok esetben hamis világ az, amit azon keresztül látnak és szemlélnek a diákok. Óriási botrány tört ki a napokban, mert felmentették a pozíciójából a Madács Gimnáziumnak az igazgatóját. Bár tévesen jelentek meg a hírek, az igazgató maradhat az intézményben, de egy másik pozícióban. Mit gondolsz erről az egész folyamatról és erről a nagy média vízhangról? Maga az igazgató írta ki egyébként a Facebook oldalára, hogy hát igazából ő azért a mély, médiát hibáztatja eléggé erőteljesen, mert hogy olyan, olyan dolgokat hoztak le, ami, ami, nem biztos, hogy úgy volt, és hát a médiának tudjuk, hogy mekkora hatalma és befolyása van. Magyarországon nagyon-nagyon sok jó pedagógus, nagyon sok jó iskolavezető van, és a másik része a serpenyőnek az, hogy azért egy hierarchikus rendszer. Tehát, hogyha a vezetés, hogy a törvényhozás, hogy az oktatás irányítás hoz egy döntést, legyen az törvény, vagy, vagy jogszabály, vagy rendelet, akkor azt az intézményvezetők be kell, hogy tartsák. Tehát ugyanezt történik például, hogyha egy nagy elektronikai áruházban úgy dönt egy részlegvezető, hogy ő nem fog klímát árulni, mert ez a globális fölmelegedést a valóságban erősíti, az ő erkölcsi döntése lehet, de nyilván az áruháznak a vezetője őt föl fogja menteni ebből a pozícióból, és azt mondja, hogy nekünk van egy elkép ehhez kötjük magunkat. Tehát én ez egy szervezeti problémának tartom, de mivel, mint mondtam, a világunkhoz mediatizált, igazából nagyon sokan a billentyűzetet ragadnak, ez egy attitűd kérdése is. Tehát, hogyha én, hogyha munkahelyet váltok, vagy hogyha úgy érzem, hogy, hogy én valahol nem klappolok, akkor én ezt nem fogom nyilvánosságra hozni a Facebookon, de hogyha valakinek én az attitűdje, akkor ezt megteheti, és igazából itt már közösségi média működésénél tartunk, hogy ez nagyon sok figyelmet fog majd ugye nyerni, az algoritmus most pedig szereti ezt a figyelmet, és ezáltal megszerti, ahogy a gyerekeknek is a figyelmét, és mindenki kommentelni fog, és így lesz egy nagyon komoly hír belőle. Így van. Na most azért ne legyünk álszentek, és beszéljünk arról, hogy közben az okos eszközök azért mennyire fontosak. És hát a Z e generációnak gyakorlatilag szerintem a DNS-ében van ez a digitális készség és tudás. Tényleg így születtek, és tapasztalatból mondom, hogy a digitális oktatásnak ugye mennyi lehetősége van és előnye, ugye a kreativitásra is jól hat, a rugalmas tanulásra fejleszti a gondolkodást, a kommunikációs készséget. Ráadásul a diákok sok esetben tényleg a Teams-en, a Zoom-on kommunikálnak, nem tudom, házi feladatot is akár ott oldanak meg, és hát ugye a Covid alatt is ezt szokták meg. Hát emlékezzünk vissza, hogy, hogy végül is nagyon jól lehozták a, a, a magyar diákok és tanárok a digitális oktatást, amikor Covid volt. Szóval, hogy nagyon sok előnye is van, de természetesen rengeteg hátránya is. Te hogy látod ezeket a folyamatokat? Megfordítható még ez a folyamat, vagy igazából nem is erről van szó, hanem nyilván arról, hogy, hogy tudatosan és okosan használja mindenki ezeket a, az eszközöket? Én egy doktori iskolában a digitális pedagógia programot vezetem Egerben, és ott is ugye azt szoktam tanítani, és igazából ez nem csak tanítás, hanem erről szoktunk már beszélni, és az ezzel kapcsolatos könyvemben is, ami az egyik legidézettebb munka a digitális pedagógia elmélete, azt írom, hogy maga a digitalizáció az egy disruptív technológia. Ez azt jelenti, hogy kreatívan bomlasztó, hihetetlenül jóra lehet használni, és hihetetlenül rosszra is lehet használni. Az atomenergia volt utoljára ilyen, hát tudjuk, hogy hogy ö, áramot termel nekünk, vagy teljes városokat tud elporlasztani másodpercek alatt. Na most a technológiánál, a digitális technológián nem látszik ez az elporlasztás, de hosszú távon lehet ilyen negatív hatása, ahogy pozitív is. Tehát említettél számtalan pozitív hatást, ez akkor érvényesül, hogyha tudatosan használják a tanárok, a tanulók, és hogyha a szülők támogatják ebben ezt a teljes rendszer. Hát például abban segít, ugye a kreativitás mellett, hogy megtanítja a tanulókat, de a tanárokat is, hogyan tudnak együttműködni digitális térben, hogyan tudnak konszenzusra jutni. Tehát gondoljunk bele, hogy itt már nem egy hierarchia érvényesül, amikor együtt szerkesztenek egy dokumentumot, nyilván van egy, egy csapatvezető, de azért meg kell tanulni egymással együtt dolgozni, meg kell tanulni határidőre dolgozni, időt tudunk megtakarítani akár a mindennapi életben is. Tehát nézzük meg, hogy amikor navigálunk, akkor a telefon az milyen rengeteget segít nekünk, nagyon sok idegességtől is megkímél minket utazás közben. De ettől még nekünk nem kell elfelejtenünk a térképet használni, mert mindennek ez az alapja. Tehát valahol úgy kellene ezt értelmezni, hogy megszerzünk egy alaptudást, és a digitális technológia pedig augmentálja, kiteljesíti ezt a tudást, kiteljesíti, fejleszti a kompetenciáinkat, ha jóra használjuk. De hát az egy nagyon rossz használat, hogyha elragadja a figyelmét, és ugye belemélyed a TikTok videóba, a tanár pedig hát a pitagorasz tétele nem a világ legizgalmasabb dolga, nem? És számos ilyen dolgot tudok, tudok mondani, akár az irodalomból is, de ezeket meg kell tanulni, vagy a történelemből. Itt nagyon sok olyan műsor van a Patriotában, ami feltételezi azt, hogy a nézők ismerjék a történelmet. Mert ez a közös tudás. Na de hát, hogyha mondjuk a történelm órán valaki a, a telefonját nézi, és nem jegyez meg dátumokat, nem fog összefüggéseket találni, akkor ő milyen bizonytalanságban lesz a világban, és ez az egyik legnagyobb probléma, hogy be fog dőlni az álhíreknek például. Nem fogja tudni megmondani, mi a hiteles, mi nem. Mi most csináltunk jó pár kutatást, az egyik kutatás arról szólt, hogy hogy megkértük a tanulókat országosan, hogy mondják el, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban nekik mik az elképzeléseik, mit várnak tőle, hogyan használják, és egy fogalmazást irattunk a kollégáimmal. És én nem gondoltam rá, hogy a ChatGPT-vel iratta meg jó része a tanulóknak ugye, megkérdeztem a fiamtól, aki 14 éves, hogy te mennyi időt szánnál egy oldal írnál kettőt? Hát azt mondja, amíg a chat GPT-vel megíratom. És Miért? ez már egy bevett szokás persze, a mai világban. Persze, azt mondta, hogy hát fater, hát ez standard, úgyhogy rájöttem, hogy hoppá, és erre mi mit csináltunk? Kerestünk olyan tanulmányokat, amelyek megmondták, hogyan lehet azonosítani a mesterséges intelligencia nyomait egy ilyen szövegírásban, és két kollégámmal, egyébként Turos Mátyással és Nagy Robertel és két doktorandoszommal együtt 6 órán keresztül átfutottuk és kódoltuk ezeket a fogalmazásokat, hogy mit íratta a géppel is, megtaláltuk a nyomokat, és ebből lesz egy újabb tanulmány, de hát ugye azt látjuk, hogy aki csak megíratja a géppel, ő át sem gondolta a témát. De már itt van a lehetőség, nem érzi a veszélyét. Tehát gondoljunk bele, hogyha ha minden. ez egy puskázás, ez egy csalás, de hogy az egész életében már ezt fogja csinálni és ezt fogja megtanulni, és nem fogja tudni megítélni, hogy amit a mesterséges intelligencia neki mond, ez nem az, ez egy nagy nyelvi modell, tehát e, akkor, hogy ez hitelese vagy sem. Mert ez a nagy tudás a jövőben, hogy a géppel csináltatsz valamit, de te vagy a főnök, te mondod meg, hogy jó-e vagy nem. Hát a nagy vállalatokban is a vezérigazgató nem ért mindehez. De mutatnak neki egy tervet, neki van annyi tapasztalata, annyi tudása, hogy azt mondja, hogy figyeljetek ide, ezt dolgozátok át, mert itt, meg itt, meg itt nem jó. De nem ismeri a részleteket. Nem semmi, amit amit most mondtál. Arra mit gondolsz, hogy az egyik oldalról a kormány kiosztott több ezer laptopot, iPad-et a, a diákok számára, hogy az okos eszközöket használhassák, és a digitális kompetenciájukat fejleszték. A másik oldalról viszont van ez a korlátozás, hogy a mobiltelefonokat nem lehet bevinni az órába. Órára. Szóval nincs itt valami kis ellentmondás. Nincs nincs ellentmondás, mert ugye két különböző eszköztípusról van szó. a számítógép, legyen az laptop, vagy asztali gép, vagy tablet is, de leginkább a számítógép, az a tartalom előállításnak az eszköze. Most anélkül, hogy bárkit fárasztanék különböző, különböző taxonómiákkal, például Bloomféle taxonomiával, vagy mi, én dolgoztam az oktatási hivatalban a tanárok digitális kompetenciájának fejlesztésén, és ott van egy skála, és a skálának a csúcsán a felfedező az alkotó van, aki bevonja a kollégákat, aki bevonja a tanulókat az alkotás folyamatába. Tehát, hogy ő már valami újat hoz létre, és ez csak a laptop tudja segíteni. Hát a telefonon egy-két szót, mondatot lehet bepötyögni, de maga az eszköz, a számítógép, amikor képet tudok, tudok ö, ö, variálni, amikor tartalmakat tudok vágni, amikor szöveget tudok írni, ez az alkotás, ez a kreativitás támogatja, és ezért nagyon jó, hogy mindenkinek van laptopja. De ez nem izgalmas, a telefon az izgalmas, mert ott van a TikTok, ott van, ö, ott van a Vintid, ahol nekem jönnek a különböző helyzések, hogy a lengyel testvéreim elfogadták az ajánlatomat, és ez olcsóban ez adják. van használható a adásvétel. Miért mondom ezt? Mert mert ebben is van egy kis izgalom, hogy felfedezés, jön egy új információ. De ez nem az alkotás, ez nem a tanulásnak a része. Tehát én úgy gondolom, hogy kettőt külön kell választani. És a covid iden is találkoztunk számos kutatással, ami azt mondta, hogy problémát jelent az eszköz lefedettség, de most már kevésbé jelent, hisz már van laptopjuk, de gondoljunk bele, hogy egy közepes, közepes képességi ós telefon többe kerül, mint egy laptop. És otthon a gyermek milyen kérést fogalmaz meg? Kérek szépen egy telefont nem azt fogja mondani, hogy kérek egy laptopot, de a telefon segítségével sokkal kevésbé tud tanulni. Megnézi az infokat, igen, mi a házi feladat, de azon már nem tudja igen, megcsinálni. Igen, mindig magával tudja vinni az ember. Ezt igen. úgy is mondják a mai világban, hogy az a mi kis fekete dobozunk. Igen, igen, ez így van, ez így van. Egyrészt ugye azért fekete doboz, mert nem tudod pontosan, hogy mi történik benne, az algoritmusok mit csinálnak. A számítógép az átláthatóan működik. Azt csinálja, amit te mondtál. De a telefon abban a pillanatban, hogyha kinyitom, megjelenik öt értesítés. Videókat nézek, stb. hát tudjuk ezt. Így van. Na most akkor beszéljünk még egy picit a hátrányokról, mert most itt említettél néhány előnyt is, és nagyon-nagyon fontos is az okos eszköz használata, ahogy beszéltük is. De azért a mai világban olyan sok inger éri az embert, hogy jóformán nagyon nagy nehézséget okoz kapcsolódni a másik emberhez, és ez is szerintem nagy probléma. És most nektek is mondom, és nézzétek meg ezt a nemzetközi kutatást, az amerikai tizenévesek egyre kevesebb időt töltenek a barátaikkal, miközben nő az online töltött idő aránya. Ez a trend pedig azt mutatja, hogy a közösségi média és más digitális platformok fokozatosan átveszik a személyes interakciók szerepét. Szóval hová vezet ez a tendencia, ez a folyamat, milyen veszélyeket rejt, és ez azt jelenti, hogy a Z generáció már személyesen nem is tud barátkozni. Alapvetően a számok ezt mutatják, de, de ezt a folyamatot is közelről nézve lehet megítélni. Tehát, hogyha arra használják a telefonjukat, hogy valóban kapcsolatot létesítsenek, akkor ez, akkor ez nem rossz. Hát az jó tud lenni, de az a tapasztalat, hogy nem ez történik. Tehát gondoljunk bele, hogy a COVID idején azért működött az oktatás, mert kapcsolatot tudtak tartani egymással, így a tanárok, a tanulók, de a mindennapokban a telefonjukat nem arra használják, hogy egymással beszélgessenek, hanem arra használják, hogy valami más nézzenek, ami megragadja a figyelmet, és egy asztalnál ülők nem figyelnek egymásra. Hát ettől Figyelj, nagyon, tudok igen. olyan történetet, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy egymás mellett ülnek a gyerekek, és konkrétan egymással beszélgetnek, a telefonjaikon igen, keresztül. Igen. Ugye azt kell megnézni, hogy ennek mi a vége, ennek mi a hozadéka. Ha az a hozadéka, hogy utána elmennek és csinálnak egy közös programot, hogy megerősödik a barátság, akkor oké, de nem ez lesz a hozadéka. Azért nem, mert ugye ez egy ilyen írott beszélt nyelv, és az azt jelenti, hogy így azért megvannak azok a nonverbális kommunikációs elemek, hogy mi egymás személyben nézünk, és akkor te már jelzed nekem, hogy most már elég, hát ez felesleges, valami másról beszél, de a telefonon ez nincs meg. És tudjuk, hogy milyen sok félreértés történik, hát hány olyan ismerősünk van, akivel, hogyha e-mailezünk, akkor, akkor könnyen megsértődünk rá. Nem így értettem. Így van. Nem jól, nem Igen. jól értem ezt igen. Az, amit írtam. De face-to-face -face ilyen probléma pedig nincsen. Tehát azért ez az elmagányosodást igencsak megerősíti. Megerősíti egyébként azt is, hogy, hogy nagyon sok bántás érheti a másikat, és a tanár, megint visszatérve ugye az okos telefonoknak a tudatos használatára, nem fogja tudni, hogy mi történik korábban. A tanár az érzékelte, letapogatta, ez nem tudományos mérhető, de nem is, nem is ugye e, e, New Age, a tanár letapogatta, hogy milyen a hangulat az osztályteremben. Érezte, és akkor ennek megfelelően tudott viselkedni, vagy, vagy interveniálni, tudta, hogy konfliktus van tanulók között. De ő nem látja, hogy mi történik a digitális térben, és nem tudja, hogy hirtelen miért válik valaki zaklatottá például. Ez is egy nagyon komoly kérdés. Említetted itt a bántást, és sajnos azért az okos eszközök, vagy az internet és a közösségi média használata gerjeszti a, az online bullyingot is,

Például olyan formában, hogy mondjuk a diákok egymást levideozzák, utána pedig közzéteszik az interneten és ezen viccelődnek. Na most az Egyesült Királyságban végzett kutatások azt mutatják, hogy a diákok közel 40%-a találkozott már valamilyen formájú online zaklatással ezek azért később pedig nagyon súlyos és maradandó károkat ö, okozhatnak. Te mit gondolsz erről a jelenségről? Nyilvánvalóan, ha elveszik, vagy most tiltják a diákoknak a mobil használatot az órán, az nem azt jelenti, hogy ez a jelenség megszűnik, de talán egy kicsit csökkenthető.

Igen, és ezek az eszközök egyébként úgy működnek, hogy, hogy a mögöttük lévő algoritmusok szeretik a drámát, szeretik a feszültséget, maga a közösségi média is. Tehát gondoljunk bele, hogy azt kapja föl, amiben van feszültség, amiben van, van bántás. Meg akarja szerezni a figyelmet. Valami sokkoló, így van, valami így van. De hát te. ugye gondoljunk bele, hogyha, hogyha nincs egy poszt elején egy hukk, ami megszerzi a figyelmet, valami szenzációs dolog, akkor azt már nem fogjuk elolvasni. Én sem fogom elolvasni, kivéve, hogyha mondjuk szakmailag, szakmailag érdekel a dolog. Elején valamivel meg kell ragadni a figyelmet, oda kell érni, hogy botrány, szenzáció, elképesztő dolog történt, de, de én ennek azért nem vagyok feltétlenül híve, hogyha nincs mögötte valós tartalom, akkor nem érdemes. ha van, akkor, akkor nyilván igen. Tehát visszatérve a bántásokra, Hogyha valakivel négy szem közt találkozunk, vagy közösségben, akkor sokkal kevésbé leszünk bántók, sokkal kevésbé leszünk bátrak, mint amikor a másikat bántani kell online, egy-egy kommentben. Hát a világ legjobb ügyei körül is, ugye olyan negatív kommentek alakulnak ki, mi a, a feleségemmel, tehát az a állatmentésben, macskamentésben is érdekeltek vagyunk, és azt látjuk, hogy a legjobb indulatú emberek is úgy összetudnak veszni, amikor segíteni akarnak, holott a valós életben ilyen nem történne meg. HURRY <laughs> UP. Tehát mintha ez a technológia és a mögötte lévő algoritmusok arra biztatnának minket, igen, rúgjunk bele a másikba egy kicsit, bántsuk egy kicsit. Nagy tapasztalatod van az oktatásban, nagyon nehéz felvenni a versenyt ezekkel az okos eszközökkel, a mobiltelefonokkal. Neked vannak-e praktikáid, akár mit tanácsolsz tanár kollégáidnak, hogyan lehet felvenni a versenyt a mobiltelefonnal, hogyha ennyire izgalmas és ennyire érdekes a diákok számára? Igen. Tehát egyrészt nekünk is izgalmassá kell válnunk. Tehát én magam ilyen stand-up jelleggel szoktam, hát ez van egy színes keretes szemüvegem, nem, nem klasszikus tanárnak öltözöm, de az előadásaim is ilyenek, és én bevonom a tanulókat, tehát kíváncsi vagyok a véleményükre. Ez nem azt jelenti, hogy minden tudás nálam van, vagy, hogy vagy hogy ők tudnának minden, hanem az, hogy alakuljon ki egy vita, szólítsuk meg. Ez nem könnyű, tehát amikor én egyetemen tanítok, de ott is, amikor már azon a napon mondjuk a harmadik órán van, akkor én is veszek egy mély levegőt is mondjuk, mint egy, mint egy színi előadásnál bemegyek, és akkor hirtelen felpörgetem magamat, és őket is. Ez az egyik. A másik, hogy gondolkodtassuk el őket. Tehát gondolkozzanak, legyen saját feladatok. Kíváncsiságot keltsük fel. Ne legyünk, tehát ne legyünk unalmasak, tehát ne Persze. Ma már ez, ez természetes, és ne kelljen magolniuk, vagy hogyha valamit meg kell tanulni, mert van, hogy meg kell tanulni információkat, akkor mondjuk el, hogy miért lesz szükségük az életben erre. De mert okosak a gyerekek, és az öncíluságot nem szeretik. Hát én sem szeretem, hogyha nem értem valamiről. Végrehajtom, de nem fogom szeretni, hogyha nem értem, hogy miért kell valamit csinálni. Tehát ne csak az eszköz legyen okos, hanem mi is használjuk okosan. Van. Zoli, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Ez volt ma a Patriota interjú. Tartsatok velünk legközelebb is. Köszi, hogy néztetek minket. Sziasztok!